Rendőrök igazoltatják ezt a kereket cserélő férfit, aki nem sokkal ezelőtt vásárolt alkoholos italokat egy másik benzinkúton. A biztonsági felvételeken jól látszik, hogy a sofőr defektes autóval alkoholos befolyáltság alatt érkezett, ami megnehezítette számára a kerékcserét. A helyszínre kiérkező rendőrök azonnal intézkedtek, az itt a sofőrrel szemben pedig a nyíregyházi járási ügyészség emelt vádat. Az ilyen esetek azonban nem gyakoriak, legalábbis ez a tapasztalata az Alcohol and Drugs elnevezésű országos akciónak, amelynek célja elsősorban az ittas vagy bódult állapotban lévő sofőrök kiszűrése. A megyében 9 helyszínen, általánosságban napszakonként változó helyeken, helyi szervek általában bevonásával, és gyakorlatilag naponta egy ilyen 500 és 1000 gépjárművezetőt tudunk ellenőrzés alá vonni, több-kevesebb sikerrel, ami egyrészt pozitív, illetve negatívum is lehet, attól függ, hogy milyen oldalról nézzük ezt, de gyakorlatilag még egyelőre az információk alapján ebben az ellenőrzési sorozatban kevés ittas vagy bódult állapotban lévő járművezetőt szűrtünk ki, amely úgy gondolom, hogy a lakosságra nézve egyfajta dicséret is lehet, ha ebbe gondolkodunk. A tavalyi évben a KSH adatai szerint mintegy 1361 ittasan okozott balesetről számolt be a rendőrség. Az igazoltatások során nem csak a megszokott alkoholszondával, de indokolt esetben egyéb mintavételi eljárásokkal is számolhatnak a járművezetők. Van egy előszűrés, egy úgynevezett kockázati elemzés, és ez alapján tudjuk intézkedés alá vonni célirányosan majd a járművezetőt, magyarul elviszük mintavételre, és a mintavétel során majd ki fog derülni az, hogy az az ember valamilyen bódító szer hatás alatt áll, vagy esetleg ténylegesen csak ittas, vagy csak fáradt az emberke. Az ittas vezetés Magyarországon bűncselekménynek számít, amely miatt az igazoltató rendőrnek kötelező bevonni a sofőr vezetői engedélyét. Ezt követően a bíróság dönti el, hogy mekkora összegre bünteti az elkövetőt, illetve hogy meddig tiltja el a vezetéstől.